Jézus több alkalommal mondta azon személyekre, akiket az emberek megdicsértek, akik az emberek előtt szerepeltek, akik az emberektől dicséretet szereztek, a farizeusokra, az írástudókra, akiket az emberek felemeltek, úgymond akkor belájkoltak, népszerűek voltak, mert nyilvánosan imádkoztak, nyilvánosan böjtöltek, nyilvánosan segítettek embertársaikon. Többször mondta rájuk a Mester, hogy ne légy az ő követőjük, ne csinálj úgy, mint ők, mert ők már elvették jutalmukat. Ők már megkapták jutalmukat. Az ő jutalmuk az volt, drága hallgató, hogy az emberek tetszikelték őket. Ők nyilvánosan az emberek előtt szerepeltek, ékesen szóltak, imádkoztak nyilvánosan az utcák szegeletein, nyilvánosan böjtöltek, hogy mindenki tudjon arról, nyilvánosan segítettek és támogattak embereket, hogy mindenki tudjon arról, és hogy megdicsérjék őket az emberek. Elnyerték az emberek tetszését, az emberek lájkjait, az emberek dicséretét, drága embertársak. Ilyenek voltak ők is. Azt mondta rájuk Jézus, hogy ők már elvették jutalmukat. És ebben az is benne volt, hogy ők nem számíthatnak ennél nagyobb jutalomra. Ők már itt a földön, az elbukott földi síkon, az elbukott világban megkapták a jutalmukat azáltal, hogy az emberek lájkolták őket. Az emberek tetszikelték őket. És azért mondta Jézus az ő követőinek, az ő barátainak, hogy ti ne ezt cselekedjétek, ha segítetek, ne tudja a ti jobb kezetek, hogy mit tesz a bal, a ti bal kezetek, hogy mit tesz a jobb, ne tudja. Titkon cselekedjétek a jót, mert a ti mennyei atyátok, a mindenható Isten, az élet szerzője, aki titkon van, és titkon látja, hogy te mit csinálsz, megfizet neked lelki békével, mennyei örömökkel, a mennyek országával. Lehet, hogy nem fognak lájkolni az emberek, nem lesz tetsző az, amit mondasz. De a mindenható Isten, az élet szerzője, az élet törvényeinek a szerzője fog neked megfizetni. Lehet, hogy mindenki haragudni fog rád az igazságét, amit kinyilvánítasz. Te neked lesz lelki békét, ott lesz a mennyek országa a te szívedben, a te elmédben. És miután meghaltál, abba a lelki békébe mész tovább, a mennyek országába. Te a jutalmadat tőle kapod, a mindenható Istentől, nem az emberektől. Nem akarsz olyant mondani az embereknek, hogy azt belájkolják, hogy az emberek megdicsérjenek, és te megköszönd nekik, hogy ők megdicsértek téged, mert te nem az embereknek akarsz megfelelni, mert tudod, hogy az emberek az elbukott földi világban élnek. Hogyha számukra tetsző az, amit mondasz, amit cselekszel, azt jelenti, hogy te is világi vagy. Az emberek azt szeretik benned, ami az övéké, az elbukott jellemet. Az, hogy az emberek dicséretéért mondasz valamit, az emberek dicséretéért szólsz. Miért? Azért, mert nincsen neked igazi dicséreted. Nincsen lelki békét az élet szerzőjétől. Nincsen igazi békét, amit a halál után is megtarthatsz, szó szerint. Magaddal vihetsz az örökké valóságba. Nincs neked ilyen békét. Olyan békét van, amit az emberektől kaptál, az emberek dicséretéből, az emberek tapsaiból, az emberek lájkjaiból kaptál. Csak ilyen békéd van. Népszerű vagy. Az emberek szeretnek téged, mert saját magukat szeretik benned, a saját gyarlóságukat szeretik benned. Mert elbukott emberek elbukott világban vannak. Hogyha
nagyon megdicsérnek téged az emberek, nagyon megdicsérnek engem, minket az emberek, el kell gondolkodjunk azon, hogy vajon mi milyen urat szolgálunk. Hogyha az elbukott, gyarló, bűnös embernek tetszik az, ami én vagyok, akkor vajon nincs-e bennem is gyarlóság, bűn, hazugság? Kinek akarok én megfelelni? Kinek akarok én tetszeni? Kinek a lájkját vadászom én? Kinek a dicséretére vágyom én? Az elbukott, halandó, nyomorúságos, beteg emberek dicséretére vágyom én, vagy a mindenható Istennek a dicséretére, amire Pál azt mondja, hogy igazság, békesség, Szentlélek által való öröm, amire Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, másképp adom, igazi békességet, Szentlélek általi békességet adok neked, ami téged végigkísér ezen az életen, és átvisz az örökké valóságba, és ott is veled marad. Drága embertársak, a mai világban könnyű olyan dolgot megosztani és megmutatni az embereknek, amit ők belájkolnak. Mert rengeteg olyan ember van, aki szereti azt, ami földi, ami testi, ami a halálba megy, ami a mulandóságba megy. Az emberek ezt szeretik, mert nem találkoztak még az igazi értékkel. És ha az ilyen emberek téged megdicsérnek, akkor elképzelhető, hogy nem vagy olyan, vagyis nem vagy különb, mint azok a személyek, akik téged megdicsérnek. Ha téged hazug emberek dicsérnek meg, ha téged beteg emberek dicsérgetnek, elképzelhető, hogy benned is ott van már a betegség, belülről már bomlaszt téged, rohaszt téged. Nagyon oda kell figyeljünk, hogy kitől fogadunk el dicséretet. Azt mondta Jézus, hogy emberektől dicséretet nem fogadok el. Elmondta, hogy az akkori vezetők, a mindenkori vezetők, ők tudták, némelyek közülük tudták, hogy ő igazságot prédikál, amiben élet van, amiből az élet fakadt. De mégsem merték azt felvállalni az emberek előtt, mert ők inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem Isten dicséretét. Engedték a lelküket elveszni, elkárhozni, azért, mert nekik az emberek dicsérete kellett. Ők úgy akartak beszélni, az emberek megtapsolják. Az emberek belájkolják azt. És ezért elutasították maguktól az élet világosságát, Krisztust. És aláírták a saját halálos ítéletüket, drága barátaim, ezáltal. Engedték a lelküket kárba veszni, mert az embereknek akartak megfelelni, nem az örökkévaló Istennek. A mulandóságnak akartak megfelelni, nem az örökkévalóságnak. Ez mozgatja az embereket ma. Mindenki arra vágyik, hogy dicséretet szerezzen emberektől. És manapság már nagyon könnyű, nagyon-nagyon könnyű emberektől dicséretet szerezni. De amikor engemet a mulandó, a romlandó dicsérget, az azt jelenti, azt kiáltja nekem, hogy én is mulandó, romlandó vagyok. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy jaj nektek, hogyha mindenki jót mond rólatok, miért? Mert tudta, hogy a többség, a világ, a széles úton járó emberek el vannak bukva, a halál felé mennek, hogyha a halál felé menetelő sereg jót mond rólatok, akkor ti is a halál felé mentek. Jaj nektek, hogyha mindenki jót mond rólatok, mert ugyanezt cselekedték a ti atyáitok a hamis profétákkal, a halálnak a profétáival, a testi, az anyagi bővölködés profétáival, azt cselekedték a ti atyáitok. Jaj nektek, hogyha mindenki jót mond rólatok.
és boldogok vagytok, hogyha üldöznek, haragusznak rátok, mindenféle rosszat mondanak rátok az én szavaim miatt, az igazság miatt, amit én megmutattam nektek, ama igazság miatt, amiben gyógyulás volt, szabadulás volt, és feltámadás az emberek számára, akkor vagytok boldogok, hogyha nem lájkolnak, ha diszlájkolnak. Nem az önzőségetek miatt, hanem az én szavaim miatt, az élet szavai miatt, az élet cselekedetei miatt, hogyha haragusznak rátok az emberek, akkor vagytok boldogok, mert hatalmas a ti jutalmatok a mennyben. Nem fogtok kapni dicséretet emberektől, amit ti meg fogtok majd köszönni nekik. Nem fogtok ilyent kapni, hanem kaptok lelki békét a lélektől, a nagy elbetűs lélektől, Istentől. És ezt a lelki békét megtarthatjátok mindörökkön, örökké, az örökké valóságig. Drága barátaim, kérlek szépen az Isten szerelmére, gondolkozz el, hogy te milyen dicséretre vágysz, milyen lájkokra vágysz. Az emberektől, a nyomorkodó, lelki és testi fájdalomban lévő emberektől vágysz te dicséretet? A hazugságban lévő emberektől, a bűnökben lévő emberektől vársz dicséretet, amit megköszönsz nekik, hogy belájkoltak? Vagy az élet szerzőjétől, a mindenható Istentől várod a dicséretet, és meg is kapod, ha igazságban vagy, ha igazságban jársz, és az igazságban merítkezel bele, nem a Facebook tengerébe, hanem a mindenható Istennek a kijelentésébe, amiben élet van, megújulás, mennyek országa. Isten áldjon!